úgy láthatatlan kacsa. Pont az Zolival jó kezdés, imposztorok vagyunk. Azt hiszem nem tudom használni így a... Hú, ez mi ez az új pálya? Úgy emlékszek, hogy így ezzel a venteket nem lehet használni, viszont cserébe el tudok tűnni. Vajon láthatatlan is tudok gyilkolni, és akkor mehetek tovább, vagy mi? Halló? Oké, szerintem ez stealthy volt. Ennyi észrevették. Azt hittem megölték. Mi? Tehát ő már ott volt akkor is, amikor elfutottunk először arra a zanán, nem? Fogalmas, én nem figyeltem semmire. Az, amikor panaszkodtál nekem végig. Ez Gobin az egész mapon panaszkodtam, szóval. Kicsit kevés idő volt itt tárgyalni. De ezt meghoztad, ezt a döntést. Én passzoltam. Én ezt határozottan passzoltam mi? Egyet, mert mi ebben az semmi. Bálinttal együtt voltunk, mert menekültünk a legijesztőbb NPC elől, szóval passz. Ez így volt. Jó kis téged passz. Fognak blémelni egész nap. Töljétek meg! Az utolsó szava. Az utolsó szava, hogy öljétek meg! Öljétek meg! Amúgy az Zalán, ne menj már el. Neked sincs sehol se taszkod? Vagy csak így egy vagy kettő? Hol van? Nem, Sanci, nem állított be taszkokat? Vagy mi? Halló? Sanci? Nem, csak olyan szar rólokat adott. Az a képessége, hogy... Mapon. Pont kihagyott a hangod, és csak... Csak részét hallottam. Sziasztok! Szia! Mizu van? Nekem itt van egy ilyen kazános taszkom. Jó, én ezt megcsináltam, de kísérlek, mert cuki vagyok. Jó, ilyen madarak voltak benne, ki kellett verni, és akkor így kijöttek a madarak. Micsoda? Hát így, ilyen madarak voltak a kazánban. Lemaradtam, annyit hallottam, hogy ki kellett verni. Sanci biztos tudja, hogy így le kellett, vagy mi az a lakatot, le kellett onnan szenni, és akkor... Igen, és kirepültek. Igen. Sanci, gyere utánam, Sanci. Hagyjunk titeket kettesbe, vagy... Mi? Ez mi? Ez mi? Ez szerintem sheriff volt. Most ő meghalt? Most mi? Nem tudom. Szerintem sheriff volt. Zoli, te is arra gondolsz, amire én? Aha. Ez az! Ez az! Ez az! Ez az! Sikerült a kettős gyilkosság! Kezdjük hát. Hát ez nem véletlen, játékmód klasszikus, galamb lettem. Galamb, tehát össze kell fertőzni mindenkit, lehetőleg minél tovább túlélni, tehát nem ilyen veszélyes akcióban csinálni. Keresd a tömeget, és oda be tudsz szántani. Egy típusú állampolgárnak. Ó, tíz. Megyek a daddyhez. Daddy, de jó, végre visszatértünk a daddy spájára. Szupi, te már ott vagy. De ez itt nem a daddy amúgy. Itt a daddy. Igen, puci, itt nagyot megy. Hát. Mit szeretné? Valamit megszeretné gyógyulni nála azért talán nem. Most azt csinálom, hogy szemút. Mellett is szüntettem, akkor elmegyek máshova. Sorry. Father. Fáde. Hol vagytok? Fáde. Mi ez a kill gomb? Milyen kill gomb? Miről beszélsz? Zoli? Olyan, igen, nekem is van Zoli. Ja, én még a kanadai vagyok. Én vagyok a kanadai. Veszélyes abban a sikátorban lenni a Daddyvel, mert... Vagy nem is a Daddyvel, bárkivel. Nagyon jól lesz a vissza. Mi a rólod? Én a kanadai vagyok. Vagy nem engem kérdezte? Mindig a kanadai vagy. Tisztettem a mindent. Mizu van uram, csak jöttem pénzt felvenni. Igen, megvédelek téged, csak kippeld már a beszélgetés. Nem tudom, hogy össze tudsz szögni az embereket. Vágos, Sanci, azt hittem leszúrtál ott. A kisöreg kocsmában. Kisöreg? Fontos info, hogy kisöreg? Az a neve, ott egy kisöreg van nagy és fiatal is. Hát, te honnan jöttél oda? Azért onnan rendőrségre jöttem ki. Volt még ott valaki a... Én Szupival voltam a felekörni, aztán meg Bence-t utána miután elvált. Én egyedül trash artistot nem láttam egész körül, vagy nem tudom, lehet az elején.
Én Threshold tisztel találkoztam egyszer fönt, utána meg lementem a rendőrségre. Basszus, amúgy tényleg ketyeg az órám. El kell kezdenem. És az a baj, nem tudom hány ember maradhatott, de már nem maradhat olyan sok. Most már egyre könnyebb és könnyebb a dolgom. Ja. Gyere, menjünk együtt, és akkor majd igazolsz, hogy nem csinálok sem. Vagy ugye nem te vagy a gyilkos. Nem. Na, most ezt szeretném a... hogy igazoljon valaki engem, hogy nem csinálok semmit ebben a körben, mert a gyilkosságot. Majd én igazoljak. Jó. Mindjárt elvágják itt a szót. Olyan multi gyilkosság lesz itt. Azt nem tudom, és mi van itt? Az vaj. Nem ott lesz. Jaj. Ó. Viki? Ne! Nálam van a bomba! Kinek adtam át? Ugye nem? Úristen! Na jó, megcsináljunk úgy, mint hogy... Halló? Halló? Emberek? Merre vagytok? Fuck. Az volt, hogy rám került a bomba. Lent, amikor lent voltunk. Egyedül maradtam Thresh artista, Vikivel és Lindával. És... hát szerintem egyébként vagy valakitől, akik lent voltak velünk, ott adták át a bombát nekünk, és került hozzám, vagy maga Thresh Artist állt nagyon sokáig ott, mert amikor bezáródott az ajtó, kb. Egy olyan 3-4 másodperc múlva rám így került egy bomba. Hey, bocsánat. Basszus, azt hittem már engem, nem áll, még el sem kezdtem mondani. Véletlen kattintottam. Én aztán átadtam ezt a bombát, nem tudom, hogy kinek adtam át a bombát, hogy Thresh Artistnak vagy Lindának, de mind a ketten egyszerre felrobbantak mellettem. Most nem kéne, hogy OL legyen. Másikhoz. Akkor lehet, hogy Lover, vagy valami ilyesmi, de a lényeg az, hogy egyszerre robbantak fel bennem, vagy mellettem, miután átadtam nekik a bombát. Ó. Oh. De az is lehet, hogy... most lehet, hogy egy kacsával kevesebb az... Szerintem Thresh Artist volt az, akitől én kaptam a bombát, én még mondtam is, hogy úristen, most ő az. Egyszer csak felrobbant, miután visszaadtam neki. Annyit tudok, hogy Bálint azt letesztelte Bencét, meg Szuppit, és ők nem öltek. Én meg ugye láttam, hogy hányan vannak életben. Ah. Ez pont fordítva történt. Fuck! De nem érted, Bálint, pont ezért mondtam! Zalán volt a gyilkos. Mi? Skippeltünk. Jaj, ez megcsavartátok, mert egy lépéssel Zalán előtt voltatok? Igen. Pú, most... azt te Bálintos lesz! Most nagyon utálhat. Yes. Bocs! Van amúgy most... mi Bálintos majdnem? Van amúgy János Sajon, vagy ilyesmi most? Valaki van, igen. Most már csak én maradtam. Akkor valaki van. Még nem tudják, de most már csak én maradtam. Egyedülálló. Jaj. Itt az utolsó esélyem, hogy végigfertőzzem őket. Ezt nagyon jól kitaláltátok. És Zalán egyébként lehet, hogy nézték. Igazából én, Báli majdnem el... ez jó, oké, ránk zárultak az ajtók. Elvileg meghaltak akkor a gyilkosok. Minden ajtó be van zárva, vagy mi? Nem tudom. Csak segítség. El be lettek zárva. Ti is? Ja, ugye vagyok, mindenki bezárt. Oké. Valaki robbant. Szóval honnan robbant. Tudjátok? Én nem. Hát hallottuk. Meg látom, hogy meghalt még valaki. Oké, okay, ezek mind végig vannak tüsszentve? Ki van még? Atyám, jövök gyónni! Te ne gyere gyónni! Ez az! Jó volt. Bence! Bence, a jó Isten áldjon meg! Pontosan! Annyira jó volt, hogy olyan gyanúsan raktam rá Bencére a bombát, tehát hogy bementem, igazán nem tudtam Bencére raktam, berohantam, valakire ráraktam és kirohantam. Igen, gyanakodtam rá. Kötzeles. Ja, az jó volt. És igazából nem robbantunk föl, Bence. Én sheriff voltam, és megijedtél nagyon a Wikitől, én meg csak ledaráltam sheriffként a Wikit. Ja. Franciszus, nem tudom kritizálni. Igen, Zalán volt az orgyilkos, és ugye az azt tudja, hogy így megölhet egy embert ott a szavazás közben, hogyha tudja a rólját. De ugye kamu rollt mondtak neki, és hogyha rossz rollra tippel, akkor meg az orgyilkos hal meg. Na most meg ilyen lettem. A kacsa. Ismételten imposztorok vagyunk, buli, tehát el tudom valakinek torzítani a hangját. Ezek komolytalanná tenni a szavazás alatt. De egyébként nem túl jó tulajdonságokkal rendelkezik. Jön, az farhátok
Szia! Megint szarrót kaptam. Juhu! Jaj! Sanci! Eltorcítottam a hangját, én majd hülyén fog beszélni a szavazáskor. Hagyja békén, ne menjünk! Megyünk liba sorba. Szkolok, már itt van lent. Én egy kacsa vagyok. Liba sorba megyünk. Remélem, hogy egy gondolom. Mit kell csinálni ezzel a pénzes dologgal? Ezt most sem először. Amikor odaér a végén az is. Jó, de hogyha elcsiszem, akkor kidob. Igen. Ez ilyen gitár. Mi? De hogyha csak a felét kapom már, akkor is kidob? Pontosan kell eltalálni nagyon utána ezt a daszkot. Jó, ez a Guitar Hero, ez nagyon csak egyszer kell megcsinálni? Nem tudom megcsinálni, kapja be! Oh yeah. Mi? Többször is? Ne! Jó, én most feladom. Egyszer nem Guitar Hero-sztál még soha? Nem, nekem nem adtak a szüleim. Gyermekkorod az. Ó, konzolom se volt sose. Amúgy menjünk meg galamb mentesíteni, mert itt most olyan sokan álltunk sokáig. Galamb... Nehogy kell galamb mentesíteni. Te vagy a galamb akkor? Szeretnék galambozni. Hát ezt így nem mondanám ki, de... Galamb van közöttünk! Lehet dolgozni. Galamb van közöttünk valaki. Azt mondhatom, hogy liba sorba haladok. Én liba sorba. Úristen, egy gyilkosság. Ez én voltam. Ez én voltam, sajnám. Én voltam. Nem én voltam. Én mondom, hogy nagyon egyértelműen Dodó, vagy át akar baksz minket, hogy azt mondjuk, hogy Dodó. Voltam. De túl egyértelműen vagy Dodó. Nem bírja tovább a lelki ismeretem. Nekem. Azt mondod, hogy annyira egyértelműen akarsz Dodó lenni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Dodó. Linda, te amúgy hova tűntél a... Ki a Dodó? Juhuu! That's okay. Mi? Jaj! Most mi a? Semmi. De nem értem! Eltorzított te valaki a hangot! Nee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 
Linda kezdve mondani, hogy én elmentem a vásárba. Látjátok, ezért jó a Zsuli, mert akkor nem azzal foglalkoznak, hogy ki lehet a gyilkos. Na, amúgy meg én igazából csak meguntam, hogy titeket nézlek, és féltem, hogy galambban közöttetek, és elmentem csinálni a dolgomat. Nagyon arányos, én hiszek neked. Benni, Bence, meg Lindus együtt. Szóval közülünk az egyik, ez a bulizós. Én de próbálj már meg ilyen mély hangon beszélni. Szóval vagy én, vagy Benni, vagy... Merre nem, Lindus az nem lehet, nem tudja magára rakni. I am your father. Benni, én vagyok a buli, vagy te, vagy Bence. Pentakill. Én Lindusra csak a leges-legelején találkoztam, akkor is csak látásból távolra volt. Lindus végig másokkal volt. Én is benne göllek és megmutatom, hogy én vagyok a buli. Hát izé vagy, te a Dodó vagy, nem tudom mi vagy. De ki a Dodó? Mi van? Fú, de kiszavaztál ez alá. Viki? Szerintem Zalán. De nem értem, valaki mondja, kire szavazunk. Már mindegy, szavaztam. Vagy rám szavazol, vagy Bennyre, vagy Bencére. Nem hallatok engem? De most már igen, de... Csak ignorálunk. És örökre ilyen marad a hang. Amúgy Sanci, te láttad, hogy kit öltek meg, látt, ki volt az? Akkor mindegy. Mindegy. Na majd következünk, majd találkozunk is, mit elmondod. Én melyik kaptam kettőt? Én is kaptam egyet. Valaki nem szeret. Senki nem tud. Bence is kapott kettőt, ez az. Gyere Benny a Debbie-hez. Miért őt? Jó, oké. Jó, most tegyük rá valaki másra. Ez jó volt ez a buli, nagyon. De elterelte a témát, látod, senki nem beszélt a gyilkosságról. Valaki csinál. Nem tudom, hogy hol kérdezik. Viki tört meg. Mi? Meg akarnak jönni. Talán meg akarnak jönni. Hová ez bosszút. Megölöm a Sancit. Itt most biztos, hogy van egy galamb. Vagy meg Viki a lakás. Megint te vagy a galamb, mi? Vagy meg Viki. Szerintem te nagyon ki akarod szavaztatni magadat, Zalán. Hol van? Bencét megöljük. Én esküszöm el átszavaz a következőnek. Azért nem kéne. Tehát szóval mindennek megvan a határa. Már ha életben maradsz a szavazásig. Jaj. Ez egy fenyegetés. Jaj, nagyon gyorsan játszok. Mondom, hogy vagy Benny, vagy én, vagy te leszünk. Valaki... Jaj, ne, pont a Viki. Nekem Linda galamban van. Ha kemény. Nem, én nem bíráskodó vagyok, miért egyre rágyomtál? Linda, azt szavazzuk ki. Micsoda? Nem bíráskodó vagyok,
véletlen rányomtam a space-re, bocsánat! Szavazzuk ki, Linda! Na jó, nem szavazzuk ki. Na jó. Miért nem? Ah, nem. Szavazzuk ki. Nem, tényleg, jó, szavazzatok ki, de tényleg önbíráskodó vagyok. Véletlen rányomtam. Én rászavazok. Indus el, elég sokáig voltam a raktárban, megölhetett volna. Akkor is jön. Véletlen volt. Ki Zolit. Bocsánat! Ne rakják ki, Lindát rak ki, Lindát rak ki. Lindára szavazzatok. Linda, ne! Ne! Ugye nem? Annyira remélem az, hogy téged szavaztunk ki. Ez az, nyertem! Nyerte Dodó! Ez az! Dodó voltál? Tényleg? Basszus! Azt hittem, az a Zalán, majdnem biztos voltam benne. Lindus, megölted a saját családodat, én voltam a lakatos. Véletlen volt! Hosszú álló. Na most ártatlan vagyok, de ez is egy jobb fajta ártatlan. Mert én meg tudok ölni. Ha szemtudom, hogy lesz egy gyilkosságnak, akkor képes leszek ölni. Na itt van újra pénzes task, de jó. Erre megyünk. Erre. Ja, papírt el kell vinni valakinek. Milyen papír? Hát itt van, ami... Ja nem, az itt fel kell. Papír volt az asztalon. Balra. Balra fel kell izelni. Nekem nem ide. Nem. Mi volt az asztalon? Papír. Mi, valaki... Ez ki volt itt? Mi? Nem. Vizé visszafordult. Ki volt? Tudok gyilkolni most. De már csak eddig tartott a gyilkolása, most már nem tudok. Ki volt az? Bence, mit csinálsz? Ég a dolog. Van még egy percünk. Volt egy gyilkosság, azt próbálj kideríteni. Hol? Fújom. Ha még egy meghaltam úgy, csak úgy mondom. Ne, ottan Indus holtest. Robban. Aha, megvan kiáltva még. Akkor... Bomba. Akkor bomba. Akkor ezt gyorsan riportoljuk. Bálint, megkaptam. Adjál még. Nálam volt a bomba. Rögtön, igen. Pont igen, azért megkaptam a bombát. Nem tudom, hogy hallottatok, hogy mikor kapjátok meg, de én megkaptam hallottam, hogy kecsegni kezd, aztán meg hozzám került. Igen, én meg hozzád adtam, mert megkaptam nem tudom kitől. Én csak azt kezdtem hallani, hogy valakinek elkezd kattogni, mondom futok el mellőle. Én voltam az, aki első ja. Megkapta. Ja, azt hallottam a ketyegést. Szállán neked. Azért neki, mert trash artist már, már nagyon messze volt tőlem, pedig először neki akartam visszaadni, vagy átadni. Utána meg... És végül kirobbant fel. Senki, mert riportoltuk. Senki, mert gyorsan reportoltuk a hullát. Szerintem sancián volt. Nyilván mindig sancián. Szegény Lindus. Csak azért, mert ne onnan sátér. Ezt én voltam, én adottam el a tüzet, és már akkor kattogott valami. Sanci, nem emlékszel, hogy kiszaladt még mellettünk Zolival? Mert akkor ő az egyik gyilkos. Zoli visszafordult egy pillanat. Igen, és nem tudom, hogy ki volt még ott, nem emlékszem. Mögöttünk nem volt senki. A láthatatlan az láthatatlanul gyilkolni is tud, vagy hogy működik? Nem. Nem hiszem. Nem tudom ezt az ügyet, most nem tudom megfejteni. Nem tudom, hogy itt most ki lehet. Ötletem sincs. Hát jó. Na, Zalán. Úgy érzem, levágta. Zoli, úgy érzem, levágtad. Igen. Ez most... Hol volt a hulla? Várja, hol volt a hulla? Találkoztatok Zolival? Én igen, rendőrség hol volt a hulla? Rendőrség mellett. Balra. Hát nem tudom, mert Zoli ott a bank fölötti utcáknál találkoztam vele, meg ott a borbély üzlet alatt. Hát arra ment fel. Tehát, hogyha megnézed, a rendőrség bal fent és arkában van a hulla. Szóri, ezért adtuk az utolsó esélyt, hogy azt kell megkérdezni valami biztosítat, hogy ártatlan vagy. Aztán elvittél még egy ártatlan kedves Zalánt, akit biztos vagyok benne, hogy a sheriff volt. Mert Zalán ezt elárulta nekem, mélyen a szemembe nézett, és úgy mondta. Vagy a gyilkos levágta, nem tudom. És rám akarja terelni. Ki? Nem akar senki sem rád terelni semmit. De vagy a gyilkos!
Jó, hát akkor szavazzatok ki, de nem én vagyok. Amúgy két gyilkos, valószínűleg még van kettő gyilkos, nem? Fuck. Biztos, hogy van még, vagy az egyik ilyen, vagy még valami dodó, vagy valami ilyesmi ilyen, még nem tudom. Mert kettő szavazat került a passzra. Szerintem ezt a taszkod, nagyon jó érzés. Itt kettő is van. Nem? Mit keres az irodámban? Engedélyre van szükségem. Végül is választási év van. Fel tudnám gyorsítani a folyamatokat. Érzünk egy kis... ezüst áráért. Itt csak pénzem. Tud valamit a gyilkosságról? Bezáródott rám az ajtó. Miféle gyilkosságról? Bűnözési jelen jelenleg a városban jelenleg a legalacsonyabb, mint valaha volt. Ezt megtoldom. Akkor ezt... kedves polgármester, akkor még ki is porolom a párnáját ennek örömére. Jó, mert én szolgálok és védek. Most például szolgáltam. Néha védeni is szoktam. Ez milyen... sőt, még el is sepregetek előtte. Mi ez a task? Most becsicskultam a polgármesternek és mi... ja? Tomoltom, meg vagyok. Többet jó? Na most mi van, Dodó? Galamb. Médium vagyok? Ártatlan, mi az a médium? Közepes semmit se tudok. Jó, nem úgy médium, hanem szellemekkel kommunikáló, de hogy? Mindjárt utána kell olvastam. Azt mondja, tudhatod a szellemek számát, hát ez jó fos. Pont ezt akartam kérdezni. Na, szóval Zoli és Benny Roka, valamelyikük sheriff volt, a másik pedig nem volt gonosz. Aha. Itt üzenetek, hogy sheriff vagyok ledőleg, azt meghalt mindkettő. Ez kedves. Mennyi ez a hang? Ezt a nyalókát? Ez lindesztő legyen? Ez a... tessék? A te szádból... már nem. Éjszem el. Nem, már megettem. Sancival mi történt? Egyébként. Szupítam, hogy miért jöttél le hozzám? Sanci bosszúálló volt. Sanci az normálisan halt meg most. Ő nem... nem lett áldozata Benninek és Zolinak. Mi ez? Sancit megölték. Hello! Hát mi történik? Hello. Nem tudom. Ez mi? Ez a bezárás? Ez mi? Miért? Most miért lettünk bezárva szerinted? Témázzuk meg. Te jó vagy nem? Miből vagyok? Jó vagy nem? Jó vagyok, persze, hogy jó vagyok. Mindig ártatlan vagyok. Médium vagyok. Én vagyok a detektív. Jó, az mit is tud? Megmondani, hogy jó-e vagy sem az igazat? Azt tudom mondani, hogy ölte vagy nem. Csináljuk, jó, akkor én meg tudom mondani a szellemeknek a számát. Jó, de csináljuk azt, hogy megcseréljük a rólokat. Tehát, hogy idézőjelesen, ja, hogy én vagyok a izé. Oké. És akkor ha esetleg van egy orgyilkos, akkor nem tud minket megölni. Jaj. De a lényeg az, hogy... ebben állok. Hello! Menj innen, Silvius! Jaj, ne füst! Na szóval Lindus nem volt még. Szólok, hogyha van ölés, mert én még látom a szellemek számát. Oké. Majd mondd azt, hogy... most történt egy ölés, valakit megöltek. Mondd majd, hogy burgonya, ha történik én. Burgonya. Burgonya. Krumplé, sült. Silvius volt. Ebbe te biztos vagy? Még hívj egy kolt. Igen, hát írd a vizé fejet. Jó, oké. Megnézzük akkor gyorsan a kolt. Akkor miért felém szaladsz? Oké. Én találkoztam vele a izébe, de akkor még élt. Ott hagytam, most hagytam ott a csőnél. A csöves feladat, nem most találkoztam Szuppival. Az előbb csak egy pár másodperce ment lejjebb egyet az élők száma, szóval. Amúgy... tehát, hogy tudjuk, hogy ki ölte meg, úgyhogy, és akkor felfedem a rólomat, méghozzá azért, mert én vagyok a detektív, és megnéztem Silviusnak a fejét, és ott volt mellett az, hogy ölt. Én. Igen. Fura, hogy téged bebulisztak, de... No. Mi van? Biztos ez az info, Zalán. Zalán. De halló! Igen. Én megláttam Jesztert mentálni. Jó. Mit csináltad? Kicsodát. Lehet, hogy akkor lehet, hogy Silvius és Jester lesz az. Mi
XS. Na most engem, a Zalán most engem vagy nagyon átver. Tehát most lehet, hogy nagyon átver engem a Zalán. Nem bízhatok benne sem, de... Volt a füstös cuccint. Jó, és bízunk a Zalán. Így a burgonyában. Láttam, én vagyok a detektív, láttam Sylvius mellett a gyilkosságot, szavazatok már rá. Jaj, ne ez most... nem hazudsz. Nem tudom, elmondtam a rólam, mert elég riszki játszok, ám most mit tegyek még? Aha, mindenki a kanadai. Hogy lesz kanadai? Davy Jones. Jézusom, mit tettem? Mit történt? Semmi. Hiszem is el. Jaj, Istenem. Zoli, mi az? Nem tudom, kész vagyok. Zoli, nincs olyan, hogy kész, hiszen folyamatosan kapjuk a taszkokat. Zoli, te vagy a másik! Te jó ég! Itt egy hulla, de nem én vagyok az! Mi a szar, Zoli? Oké. Létezik, hogy megint Zoli az? Nem én de Zoli meghal... Ja nem, az Zoli. A másik Zoli. Figyelj, én Lindussal lent voltam, szóval... Igen. Oké, Szupi. Szóval vagy Szuppi, vagy Zoli lesz az. Én voltam, én vágtam le, de csak az én már láttam az előző körbe mentálni. Jó, akkor elhisszük ezt neked. Azért gyanúsítom a Zolit. Mégiscsak, mert ő azt mondta, hogy készen van a taszkokkal. De hát itt nincs olyan, hogy készen vannak a taszkok. És aztán pedig ott volt mellette egy holttest. Ott volt mellette Zoli mellett egy holttest, és azt mondja, hogy hát ezt nem én öltem meg, és megint nem mondasz rá semmi normális kibújós indokot, csak az, hogy ez nem én voltam. Hát akkor ki? Hát veled jöttem, hát hogy öltem volna meg? Egy holttestől futottál felém? Na jó van, de hogyha meg is nem értem, most össze vagyok zavarodva, hogy Zalán benned sem bízok, elmondom. De bennem bízhatsz. Pont a Zalán is legyilkolt engem. Miért? Éjesz még! Nem, viccelek. Most már végig nyertünk? Ja, jó, sólyom vagy azért. Szilvi, megmondtam. A kurva életbe! Bocsánat. Egy finom hölgy, ez mi volt? Bocsánat! Jézusom! De még be is hazudtam magamat a Zalánnak, hogy tényleg én vagyok a kanadai, és hogy kiröhögtem szegény Esztert, hogy... Én már csak a túlélésre mentem ott, tehát egy most mindenre rámondtam volna. Ja, hogy te galamboskodtál, most már látom. Amúgy elmondom, hogy volt az a Benny Rókás eset. Az Eszti rátette a saját társára a buli dolgot. Ez nagyon mekkora elterelés már, amúgy ez mekkora elterelés. Igen, én majdnem elhittem, hogy nem ő az. Bence, az megrengette az az akció, az... a belém vetett hitel. Egyszerűen, igen, Eszternek a buli az megrengetett mindent.